mai nap fogjuk akkor a józan eszünket megint elővenni, pontosan azért, mert azt látom, hogy még azokkal is probléma van, akik már voltak tanfolyamon. Képesek olyan elképesztő dolgokat csinálni, hogy én csak nézek ki a fejemből, hogy hogy lehet úgy elfeledkezni az 5 alaptörvényről. És azért kell, mi felfedezzük a józan eszünkkel ezeket az alaptörvényeket, mert amikor ez a saját tapasztalattá, saját tudássá válik, akkor fogjuk elérni azt, hogy tényleg nem ijedünk meg, amikor remeg a kezünk, remeg a lábunk, amikor elkap egy erős izzadás, vagy éppenséggel, ha hány ingerem van, és kihánytam, amit tettem, vagy éppenséggel kellemetlen más érzéseim lesznek. Itt az lenne a lényeg, hogy megértsük azt, hogy a biológia nem ellenem, hanem mindig értem dolgozik. Csak nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. Na pont ezért kell újra és újra elmondani az 5 természet törvényt, és hála Istennek kétszer nem tudom egyformán elmondani, de minden előadásban a lényeget természetesen elmondom, és azon túl még mindig van valami, ami talán akkor abban a pillanatban eszembe jut, hogy még ki kellene ezzel vagy azzal a mondandómat egészíteni. Úgyhogy nem húzom tovább az időt, belevágunk a mai estébe is, és fedezzük fel együtt akkor azt, amit Hammer doktor felfedezett, mert azt mondta Hammer doktor, hogy a germán gyógytudomány orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Na, vegyük elő akkor a józan eszünket, nézzünk ki a világba, és ezt fogjuk látni. Vagyis azt, hogy az élet él és élni akar, ezt ne feledjük el, ez biológiai törvény, minden, ami él, a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd egy életen át. Én remélem, hogy ezzel mindenki meg tud békélni, ez mindenkinek a saját megfigyelése, és nem hiányzik hozzá sem statisztika, se állatkísérlet, hogy ezeket az igazságokat bebizonyítsuk. Remélem, hogy ezzel mindenki egyetért. És akkor felfedeztük az 5. természet törvényt, aminek a hatása az kéne legyen az életünkben, hogy jó, ha ez így van, akkor megnyugodhatok. Ha van valamilyen tünetem, akkor nem esek pánikba. Imádom ezt a pánikot, ezt olyan jól kitalálták, mert már úgy jön a beteg, hogy hát én pánikos vagyok. Tényleg? Mitől? Attól, mert nem vagyok tisztában vele, hogy a biológiai testem élni szeretne, és ezért félreértelmezem minden tünetét. És a nagy okos agyammal annyi félelmet tudok összegyűjteni, hogy ihaj, na ebből lesz a pánik. Nos, szóval minden, ami él, az valamiből felépül, és tudjuk, hogy a testünk sejtekből van felépítve, ugye, amelyek ugye természetesen működnek, és akkor meg kéne nézzük, hogy a sejteknek mi a lényege. A sejtek kicsiben ugyanazt csinálják, mint a sok sejtnek az együttese a szervezet, legyen szó növényről, állatról vagy emberről. Mert a több sejtőeknél, akik mi is vagyunk, már a sejtek specializálódtak egy-egy feladat elvégzésére, és együttesen dolgoznak azért, hogy nagy test az életben maradjon. Már sejtszinten is megfigyelhetjük az isteni hármasságot, mert ugye van sejthártya, van sejtmag, és a kettő között ott van a citoplazma, vagyis az a plazmatikus állapot, ami a sejtszervecskéket tartalmazza, itt többnyire sárga színnel látjuk. Tehát a sejtnek a összetétele, az alakja, meg mindene, ahhoz alkalmazkodik, amilyen feladatot kell elvégeznie, ezért van annyi féle fajta sejt. Nyilván, hogy a levelet alkotó sejteknek más lesz a feladata és az életműködése, mint az emberi agy idegsejtjeinek a működése. De az emberi agyban is az idegsejteknek más a feladata, mint az őket támogató gliasejteknek a működése. Tehát minden sejt egy életen át azt a feladatot csinálja, amire hivatott. Ha megnézzük a sejtnek az összetételét, megint megnyugodhatunk, mert ugye a sejtfalnak ez a dupla szendvics összetétele, ez emlékeztet minket arra, hát nem tudom, vannak ilyen előre legyártott és 2 évig megehető csomagolt édességek, de most
ettől tekintsünk el, és nézzük meg komolyabban, hogy mi is ez a sejthártya. A sejthártya az, ami a sejtet irányítja. Mindjárt rájövünk, hogy miért. Van neki egy külső és egy belső része, és ez a két rész ugyanabból az összetévőből van. Itt látjuk jobban kinagyítva, illetve ezt az egészet kinagyítva itt. Hát ezt úgy hívjuk, hogy foszfolipid molekula, vagyis magyarra lefordítva egy fehérje zsír molekula. És a zsír része áll kívül, a tetején, illetve belül, és ez megakadályozza, hogy a külső víz behatoljon, vagy a belső víz a sejtből ki tudjon jutni a külvilágba. Tehát ez már egy egyszerű vízgazdálkodási történet, és a kettő között pedig hát ott vannak a fehérjék. És amikor azt mondják, mert ez már egy nagy új felfedezés, nekünk egyetemen még nem tanítottak ilyet, hogy antifoszfolipid szindróma, ez csak annyit jelent, hogy olyan sokrétűen kezdtem magam darabokra szedni, hogy ihaj. Amikor önleértékelésről beszélek, az önpusztítást jelent, és az sejt szinten azt fogja jelenteni, hogy a sejthártyát fogjuk megbolygatni. És mi lesz itten? Itt lesz a foszfolipid molekula megbolygatva, és természetesen ennek a lebontásnak, visszaépítésnek a következtében lesznek olyan immunsejtjeink, amelyek erre meg fognak jelenni, mert hát a segítőinket már kilőttük, de ezt majd megértjük a negyedik törvényben. Nem akarok ennyire előrehorni. A lényeg az, hogy tudjuk, hogy már a sejthártyánk is kitűnően föl van építve, a sejtszervecskék pedig a sejten belül elvégzik a feladatokat. Itt vannak a mitokondriumok, amelyeknek a feladata az, hogy energiát szolgáltasson, vagyis itt fogjuk lebontani a cukrot, szén 6, hidrogén 12, oxigén 6 molekulát, széndioxiddá, vízé és energiává. Tehát ebből itt fogjuk az energiát megkapni belőle. Aztán vannak itt olyan dolgok, hogy Golgi készülék, ez azokban a sejtekben lesz fejlettebb, amelyeknek a feladatuk valamilyen váladékot termelni. Legyen szó egyszerűen csak nyálkáról, vagy legyen szó valamilyen hormonnak az előállításáról. De magának a sejtnek is van egy keringési rendszere, és ez az endoplazmatikus hálózat, amit itt kék színnel látunk körberajzolva. Nem akarom tovább részletezni, a lényeg az, hogy a sejt mindent tud, amit a túléléséért meg kell tennie. Tehát nem megy a szomszédba segítségért. Mindent tud. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt megértsük, mert az a biológiában, az élőlénynek a meghatározása, az élővilágban minden, ami él, a sejt is, képes önmagának az ellátására, és képes arra, hogy szaporodjon. Tehát ő maga osztódik, és ő önmagát el tudja látni. A sejtnek a szaporító szerve valójában a sejtmag, ezt látni fogjuk a továbbiakban, mert osztódáskor a sejtmagban indul el a kromoszómák létrehozása, szétválása, stb. Egy nagyon lényeges kérdés tehát az, hogy a sejt mindent képes önmaga elvégezni. Ugyanígy a baktériumok, a gombák vagy a gombabaktériumok is, kivétel ugye a vírusok. A vírusok egymagukban képtelenek a szaporodásra, sőt, megélni is csak úgy tudnak, ha egy gazda sejtbe belebújnak, és annak átírják a programját a saját programjuk szerint. Vagyis a vírus tekinthetem úgy, mint egy számítógépvírust, ugye, ami átírja az én rendszeremnek a programját a saját információi szerint, és onnantól, ahogy mondjuk, a gép meghűjül és csinálja a hülyeségeit. Tehát a vírusokat egyszerűen csak mondjam úgy, hogy programoknak kéne nevezni, főleg akkor, ha olyanokról beszélünk, amit az ember állít elő, és erre van mostan ebben a fantasztikus karantén időszakban, van időnk utána nézni, és elgondolkodni azon, hogy ezek akkor most valóban élőlények, avagy biológiai fegyverek. Erről már beszéltem egy-két-három előadásban, úgyhogy nem akarok ebbe részletesen belemenni, csak nem minden arany, ami fénylik, és nem minden vírus, amiről azt mondják, hogy az. Nos, a sejt működésének az alapjait, ha megfigyeljük, akkor rájövünk, hogy a sejt mindig a legalacsonyabb energia befektetéssel működik.
Húha, ezt minden gazdaságnak, minden államnak meg kéne tanulni, illetve le kéne másolni a sejtről, mert itt kérem szépen nincsenek felesleges dolgok, nincs energiapazarlás, hanem minden a legalacsonyabb energiabefektetéssel történik. Nos, ami irányítja a sejt működését, azt ugye mondtam, hogy az a sejthártya, mert ő észleli azt, hogy mi van odakint, és ennek megfelelően kell neki valamilyen választ létrehoznia. Tehát az elsődleges jel átalakul egy másodlagos jellé bent a sejtben, és erre megváltozik a sejtnek a viselkedése, tehát nem a génektől függ az, hogy a sejt mit fog válaszolni, hanem az, hogy milyen a környezet. Vagyis a genetikai hibáknál vannak lenyomatai annak, hogy történt az sejt életében valami, ami nem éppen olyan volt, mint a megszokott, de ez nem azt jelenti, hogy a gén a hibás. A gén egy másodlagos választ adott arra, amit kívülről tapasztalt. Hát akkor megint csak elgondolkodhatunk a génmódosított élelmiszerekről, hogy vajon a genetikailag megváltoztatott élelmiszereket miért állítják elő? Azt hiszük, hogy a Monsanto az a jótékony szervezet, aki törődik azzal, hogy nekünk az egészségünket megőrizze, vagy törődik azzal, hogy a környezetnek az egyensúlyát fel ne borítsa. Hát nézzük meg, hogy ott, ahol genetikailag módosított élelmiszereket termesztenek, hogy mi történik a normális növényekkel. És nézzük meg, akik a hipermarket gazdaságos szemetet eszik, meg még a rendes étket is beteszik a mikrohullámú sütőbe, hogy hova fognak jutni. Nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. A viselkedésnek a másolása az viszont már ide tartozik, és ez a viselkedés változás is képes átírni a genetikai állományukat, de még mindig külső tényezőkről beszélünk. Szóval, akit érdekelnek a részletek, az megkeresi a weblapon Bruce Liptonnak, a Princeton Egyetem sejtbiológus professzorának az előadását, és akkor elgondolkodhat azon, hogy amit én itt elmondtam, az most vajon tényleg úgy van, vagy nem úgy van. Én nem várom el senkitől se, hogy nekem igazat adjon. Én azokról a dolgokról beszélek, amelyeknek utána néztem, amit leellenőriztem, és amit megtapasztaltam. Tehát egyezünk meg, hogy a külső tényezőkre reagál a sejthártya, felveszi a sejthártya külső tényezőket, és ennek hatására fog megváltozni a sejtnek a viselkedése. Ez ennyire egyszerű. Nos, akkor, hogyha sejtekből vagyunk felépítve, akkor meg kellene nézzük, hogy hogy is alakult ki a mi testünk, mert ugye tudjuk, hogy egy megtermékenyített petesejtből lett minden, de minden sejtünk. Hogy lehetséges ez? Hát itt látjuk az első osztódást a megtermékenyítés után, aztán a másodikat, és ez a ki tudja hanyadik osztódás, amiről itt már egy színes képet is láthatunk, ezt úgy hívjuk, hogy Seder-Chira állapot, és ez a rengeteg sejt, mielőtt felvenné a kapcsolatot az anyaméh nyálkahártyájával, vagyis mielőtt megtörténne a beágyazódás, nos, ez a sok sejt átalakul három csira lemezzé, és ezt látjuk itt Hammer doktor ábráján, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva. Azt is látjuk ebből a rajzból, hogy a nyilak, amik ebből elindulnak, egyirányúak, nincs visszafele, csak egy irány. Vagyis az elültetett magból is kialakul minden növénynek gyökere, szára, levele, virága, majd abból lesz a termése, és nem fogunk tudni egy virág elültetésével szaporítást végrehajtani. Tehát itt vagy éppenséggel a virágot átültetjük a levélbe, vagy a levélből csinálunk virágot, mert nagyjából a mai medicina azt állítja, hogy az a sejtem, ami a belső csira lemezből kialakult, az bizony gondol egy nagyot és merészet, és átalakul a középső csira lemezből származó mondjuk csontsejté, hogy csont átétet csinálja nekünk itten. Ilyen migráns sejtek nincsenek a szervezetünkben, mindenki ellenőrizheti, dróthálók, drótkerítések sincsenek a szervezetünkben, tehát megnyugodhatunk, nincsenek migráns sejtek, nincsenek áttétek, de minél intelligensebbek vagyunk, annál tökéletesebben tudjuk magunkat szétszedni, és annál inkább tudunk egyetlen gondolatra, egyetlen érzésre beindítani három gondolatot, és három
három történetet, de ezt majd egy kicsit később még részletezem. Maradjunk az alapoknál, tehát sejtekből jöttünk mi létre, ezek szerint, és ezen a rajzon tökéletesen látszik, hogy a belső csiralemezből kialakuló sejtjeinket az agytörzs irányítja, és ennek a feladata az életben maradásnak a biztosítása. Tehát ez fogja biztosítani számunkra, hogy legyen levegő, víz, táplálék, fény, meg hang. Úgyhogy remélem, hogy mindenki nyugodtan ül a szobában, van levegője, van vize, jó, én elfelejtettem hozni, mindjárt hozok. Szóval levegő, víz, táplálék, az már megvolt, valamit már ettem, akkor talán megnyugodhatnánk, hogy most élünk. A kérdés az, hogy élsz vagy félsz. Mert ha félelemben élek, akkor nem is vagyok itt jelen a pillanatban, hanem már az agyam elvitt a múltba vagy a jövőbe. Szóval, ha a létfeltételeink biztosítva vannak, akkor természetesen, hogy megnyugszunk. De és mi van akkor, ha a létfeltételeink nincsenek biztosítva? Hát akkor jön a nagy félelem, a magányosság, az elszigetelődés, és begyűjti a vizet a szervezetem, hogy legalább vizet spóroljunk, és ebből lesz a veselégtelenség. Ez a vízfalat konfliktus. És mi van akkor, ha halálfélelmem lesz? Hát akkor felszaporítom a tüdőszövetemet, hogy nagyobb felületen kapjak levegőt, meg ne halljak. Ezt fogják tüdőráknak nevezni. És annyira intelligens a biológiánk, hogy különbséget tud tenni, hogy a halálfélelmem kivel kapcsolatos. Mert ha a saját halálom miatt van bennem félelem, akkor mindkét tüdőben sok apró sejtszaporulat indul el. Ha valakinek a halála miatt van bennem félelem, akkor egyetlen gócba fogok csinálni egy tüdőszövet szaporulatot, illetve ha még egyszer megélem, akkor csinálok még egy gócot. Természetesen, hogy ezek lebontása, kérem szépen, hát éjszakai izzadással fog járni, és egy kis melegséggel. Tehát megnyugszik mindenki, van levegő, van víz, van táplálék, tehát élünk, hajrá biológia. A narancssárga középső csíralemezből származó sejtjeinket két idegi központ is irányítja, itt látjuk a kis agyat fölötte a fehér állományt, és a kis agy valójában az agytörzsnek a szomszédja, együtt alkotják az ős agyat, és ebből adódóan a kis agy is, amikor valami vélt vagy valós támadást élek meg, akkor elindítja a szövet szaporulatot a hozzátartozó szövetekben. Vajon mit tehetünk, ha támadástól félünk? Még meg se támadtak, csak félünk. Mit csináltak az egri vitézek, amikor hallották, hogy érkezik a török? Vajon lebontották a falakat, vagy megerősítették? Ugye világos, hogy megerősítjük a falakat, ha támadástól tartunk, ugyanezt csinálja a biológiánk is, csak ez azt jelenti, hogy az irhánkat fogjuk megvastagítani, a burkokat, hashártya, mellhártya és szívburok, valamint az emlőmirigy állományát fogom felszaporítani, ha túlzásba viszem az aggódást egy szeretett élőlény sorsa miatt. Ebből lesz az egyik fajta meldaganat. Megéri? Valaki aggódással megoldott már valamit, legyen szíves, írja be a csetmezőbe, hogy doktor úr, én annyit aggódtam, hogy pontosan az aggódásomnak köszönhetem, hogy megoldódott a problémám. Na, ez is egy költői kérdés, mert még senki nem oldott meg aggódással semmit, de hogy meldaganatot csinált magának, az 100%. Szóval akkor már megértettük az ősagyi működést, a kisagy és az agytörzsnek a működését, de ez a narancssárga kifliszerű valami, ez micsoda? Ezt úgy hívjuk, hogy fehér állomány, vagy agyvelő, és ha agyvelő, akkor ide tartozik a nagyagyhoz, ebbe a fehér részből vettük itt ki, és az agy kéreg alatti rész, az lesz az agyvelő. Együtt alkotják a nagy agyat. Nos, akármennyire is úgy gondolja valaki, hogy az ő agya kicsi, nyugodjon meg, az akkor is nagy. Szóval a fehér állománynak a feladata azokat a kellemetlen érzéseket venni, amelyek arról szólnak, hogy önleértékelés. Egy szóba így lehet kifejezni azt a rengeteg féle fajta érzést, amiből rengeteg programot el tudunk indítani, és ebből adódóan rengeteg dolgot kell erről elmondani. Például a weblapnak a YouTube csatornáján 40
olyan programot találunk, ami mind az önleértékeléshez kötődik. Mondom, 40-et. Bocsánat, de részletekben nem megyek bele. Annyit kell tudjunk, hogy az önleértékelés, önpusztítás a biológiai szinten is, és az önpusztítás azt jelenti, hogy a mozgással kapcsolatos szerveinket fogjuk többnyire lebontani, ezért van itt ebben a középső babában a csontváz ábrázolva, és a legsúlyosabb önleértékelés természetesen a csontvázat érinti, és mi lesz akkor? Ez természetesen kihat a vérképzésre is, tehát ha valakinek alacsony a vas, szérumvas szintje, akkor az konfliktus aktív szakaszban van az önleértékeléssel, ahogy ez hál' Istennek tegnap kiderült, és sikerült is beazonosítani a konfliktust. Nagyon köszönöm a visszajelzést. De ez természetesen helyreáll, amikor ezt a dolgot helyre tesszük, mert végre nem a biológiai testemmel azonosítom magam és a személyigazolványommal, és a diplomáimmal, és a nagyokos fejemmel, és a kapcsolatrendszerek, az nagyon fontos a kapcsolatrendszer, meg hát a családom is, hát a származásom, kérem szépen, hát kutyabőr, hát nem akármi, hát kékvér folyik az erőmbe, és ne tessenek azt írni, hogy hülyéskedek. Volt olyan ember, aki Árpádig visszavezette a családját a konzultáción, és közben eltelt egy óra. Neki ez volt a fontos. Mi meg meghallgattuk. Hát mit tegyek? Nem tudtunk közbeszólni. Szóval ezeket az azonosultságokat, amikor végre helyre tesszük, akkor nem fogunk ilyen kellemetlen programokat indítani, nem kell 40-féle webkonferenciát megnézni ebben az ügyben, már csak ezért is megéri helyre tenni önmagunkat. Szóval a legsúlyosabb önleértékelés az a csontokat fogja leszedni, de hát milyen más szövetek vesznek részt még a mozgásban? Természetesen a csontokat összekötő ízületek és íjnak, ugye, ide jönnek az ízületi fájdalmak, erről is webkonferencia van. Aztán a csontokat valami el is kéne mozdítsa, ha már mozgásról beszélünk, és tudjuk akkor, hogy a haráncsikolt izomszövetről beszélünk, és nem a sima izomszövetről. Na, ezt is el tudjuk bontani, meg visszaépíteni. Visszaépítéskor mindig bejön a kis remegés, akaratlan izomrángások, biztos volt már mindenkinek ilyen, és nem tudtam miért, csak úgy rángatózik valamelyik izom része. Na, akkor éppen helyre tett egy önleértékelést, ami azzal a testrésszel kapcsolatban és az ahhoz kötődő érzéssel kapcsolatban feloldódott. És lehet ebből viccet csinálni, hogy ahogy én remegek, nem remeg úgy senki, és innentől kezdve az annyi feladat marad, ha már sikerült mosolyt varázsoljak valakinek is az arcára, hogy tisztázzuk akkor, hogy mi is ez a remegés, mit jelent ez számunkra, és hogy lehet helyre tenni. Kérem szépen, ez is megoldható. Erről is kaptam visszajelzést valakitől, hogy nem tudom én 47 évi remegése egy webkonferencia meghallgatása után megoldódott. Hát én teljesen meg vagyok hatva, főleg attól, hogy olyan emberek oldanak meg problémákat, akik még soha nem hallottak erről, engem nem ismernek, és hallgattak egy-két webkonferenciát, meg beazonosítottak valamit, és pif-paf helyre tették. Hát szóval, ez az, amikor nem az okos agyunk, hanem végre a lelkünk irányít minket. És akkor még ott vannak ugye az izmokat ellátó erek. Ezeket is le tudjuk bontani, kezicsókolom, és akkor ebből lesz az úgynevezett érelmeszesedés. De nem a koleszterin a hibás ebben, hanem pontosan az az önleértékelés, amivel az ereinket szedjük. Az a drága jó, áldott koleszterin csak megpróbál minket megmenteni, hogy amit lebontottunk, azt visszaépítjük, és természetesen mindig erősebbet építünk vissza, mint amit lebontottunk. Ebből lesz az érelmeszesedés, aki meg mindig a fejét veri a falba, hogy te jó Isten, milyen hülye vagyok, hát ez egy hatalmas dicséret önmagamnak, akkor az agyi ereket fogom szétszedni, összerakni, és lesz belőle agyi érelmeszesedés. Vagyis nem a tepertő az oka, és erre adott gyógyszereket lazán ki lehet tenni a kukába, mert azoktól még senkinek nem fog rendbe jönni az érelmeszesedése, de hogy megbolygatja az egész anyagcseréjét, és hogy hány mellékhatással rendelkezik, azt tessenek elolvasni, ott van a tájékoztatón, és nem véletlenül. Én elmondom orvosként, hogy látom, aztán mindenki félelemből annyi gyógyszert fog beszedni, amennyit akart. Láttam én beteget, aki egyszerre 20 tablettát is beszedett. Nyilvánvaló már frekvenciát váltott, mert a félelmet a tabletta nem oldja meg.
legenyhébb fokú önleértékelés az a kötőszövetet és zsírszövetet érinti, és hát ugye ezzel mennyi bajunk van, hogy te jó Isten, hogy elhíztam, ugye? Hát az elhízásról is van egy webkonferencia előadás, és ez nem csak az önleértékelésnek, hanem a magányosság következménye, mert ugye itt lezártam a vizet, és akkor nem csak zsír, hanem vizes zsír gyűl be a bőrünk alatt, és akkor csodálkozzunk, hogy ez a vizes zsír fölött a bőr narancs bőr lesz. Szóval remélem fölkeltettem az érdeklődést olyan webkonferencia előadásokra, amelyekben ezekről részletesen szó van, ne feledjük önleértékelés, önpusztítás, az agyvelőbe jönnek be ezek a félelmek, tehát a koponya CT-n, ami párhuzamosan készül a koponya alappal, tökéletesen kimutathatók ezek az idegi központok, ahova ezek az érzések becsapódtak. A piros színnel jelzett külső csiralemezből vajon mi lesz? Hát természetes a külső bőrünk, ezért lett ilyen piros ez a baba, nem azért, mert szégyeli magát, azért, mert a piros színű csíralemezből, vagyis az ektodermából származik a kültakarónk, az a több rétegű elszarusodott labhám, ami a mindenki számára látható, ha megnézi a kezét, vagy a lábát, vagy akármit. Szóval, vajon, ha ez engem elválaszt a külvilágtól, milyen konfliktus fog itt megjelenni? Teljesen logikus, az elválasztási konfliktus, aminek két vége van, mint a botnak, mindig mondom, vagy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy közelebb jöjjenek hozzám, vagy hogy elszakadjanak tőlem. És hát ennek még rengeteg módozata, változata van. Vagyunk olyan intelligensek, hogy a bőrünket is tökéletesen tönkre tudjuk tenni, lásd a bőrről szóló előadást és az elválasztási konfliktusokat. Az agykéreg irányítja az elválasztási konfliktusokat. Van itt nekünk hosszába, csak itt nincs feljegyezve, van érző és mozgató mezők. Ezt már egyetemen is tanultuk, Szilvius hasadék. Minden kolléga emlékszik rá, remélem, és ott van az érző, meg a mozgató homunculus. Na, szóval nem akarok több szakszóval itten zavart kelteni a fejekbe, de ezek az érzések mind ide jönnek, és képzeljük el, az érzőmező az legalább 9-10-szer nagyobb, mint a mozgatómező. Mert ez a fantasztikus bőr, ami beborítja a testünket, ez a legnagyobb kiterjedésű érzékszervünk, és nagyon sokféle mindent érez, nem csak a tappintást, hanem még sok minden mást. De kíváncsiság felkeltését befejeződött, és átmegyünk az agykéregbe, mert ide csapódnak be a birtok konfliktusok. Mert ugye, hát ha végre valamit megszereztem, az az enyém, te jó Isten, az én feleségem, az én gyerekem, az én házam, az én munkám és az én pozícióm, ez az én csapatom. Tetszenek figyelni? Mi az, ami mindig ismétlődik? Na, ebbe fogunk bele pusztulni, hogy nem mondjam másképpen, mert amikor a birtok elvész, akkor az hatalmas gondot okoz. Az a biológiában egyenlő az öngyilkossággal. Mert ha egy csapatnak menjünk ki a természetbe, és nézzük meg, mi történik akkor, ha egy csorda elveszti a legelőjét, mert onnan elzavarták. Hát éhen halnak, nem? Ez birtokvesztés. És mi van akkor, ha egy férfi elveszti a munkahelyét? A legsúlyosabb tragédiát éli meg. Természetesen, ha férfiról beszélek, és nem egy himnemű nőről. Szóval vannak ilyen furcsaságok is, de sok mindenre képesek vagyunk, de sok mindent helyre is tudunk állítani. Szóval megint csak behoztam egyetlen dolgot, érdekességet a birtok konfliktusokból, tessenek utána nézni, érdemes ezzel foglalkozni, mert ugye láthatjuk, hogy semmi esélye nincs annak, hogy valamilyen sejten visszalakuljon egy másik sejté. Itt már kialakult minden, kérem szépen, nem kell ettől megijedni. Minden van, azt mondom mindig, hogy hála Istennek a biológiánkban nem demokrácia van, hanem hierarchia. Jól meghatározott rend van. És kérem szépen, ez a biztosítéka annak, hogy minden rendben történik, de ezt a rendet mi természetesen a félelmeinkkel fel tudjuk bolygatni. És akkor mi történik? Hát a sejtek elkezdenek segíteni nekünk, ha valami nem éppen úgy van, ahogy szeretnénk.
Előfordulna, ugye szóltam, hogy sejtek szaporodnak, azt mondtam, ha vélt vagy valós támadást élek meg, akkor szaporítom a sejteket, emlékszünk? Mondtam, hogy ha halálfélelmem van, felszaporítom a tüdőt, hogy még több levegőhöz tudjak jutni a megnagyobbodott légzőfelülettel. És van olyan, hogy sorvadnak a sejtek, és látjuk, hogy az pontosan megvan, hogy hol. Először sorvadnak az önleértékelésre, sorvadnak az elválasztási konfliktusra, és sorvadnak a birtokkonfliktusokra. Tehát innentől kezdve már egyértelmű, hogy miről van szó, és ez a működés nem változik meg, tessenek megérteni. Na most, ha nem elegendő, illetve olyan programot futtatok, ami nem a sejtek szaporítását vagy sorvadását indítja el, akkor működésváltozást is tudok én csinálni. Hát így kell kérem szépen lebénulni fél oldalra. Ez egy tökéletes program, mert azt mondom, hogy hű, te jó Isten, úgy átvertek, hát hülyét csináltak belőlem, és azt se tudtam, hogy merre lépjek. Nem tudtam, hát akkor leállítottam. Ha a működésváltozásról szól, az szklerózis multiplex, mert ezt már nem lehet túlélni, ennél a halál is jobb. Ezeket a mondatokat azért mondom, hogy gyorsan, akinek ez ott van a szótárában, az törölje ki. Jó? Kijelölés, jobb gombbal és törlés. Nincs ilyen, hogy ennél még a halál is jobb, mert akkor szklerózis multiplex lesz a következménye. Leblokkolom én az mozgatóközpontból az izoknak a működését. Mert a legtökéletesebb csel a biológiában, ha én halottnak tettetem magam. Aranyos kisfilmeket láttam, az egér a hátára dobta magát, mert a macska elment mellette. A macska ránézett tovább, mert azt hitte, hogy döglött egér. Aztán, mikor a macska kellő távolságba került, az kisegér megfordult, és gyorsan sipírc elbújt. Tehát a mozdulatlanság az egy nagyon jó trükk, de hát ha én halottnak tettetem magam, mert ennél még a halál is jobb, ebbe bele kell dögleni, ezt nem lehet kibírni, hát akkor ilyen programokat fogunk elindítani, meg bénulást, aztán kérdés, hogy ezt megoldom, nem oldom, meddig játszok a megoldással, mindjárt megnézzük, hogy tudjuk ezt variálni, hogy ne legyen unalmas. A lényeg az, hogy nincs negyedik lehetőség. Tehát az egész medicinának ezen az ábrán látjuk a lényegét. Vagy sejtet építek, vagy sejtet sorvasztok, vagy működést változtatok. És hogy mekkora a CRP? Az természetesen, hogy magas lesz, ha gyulladás van a szervezetemben, mert éppen gyógyulok. Hogy mekkora a koleszterin szintem? Hát erre van egy viccem, de most nem mondom el, János bácsit megkérdezték a Hargitán, és még megmutatta. Szóval a lényeget kellene helyére tenni, az alapokat tegyük helyére józan paraszti ésszel, mert ez az előadás arról szólna, hogy ne feledjük kint a váróban a józan paraszti eszünket, és merjünk kérdezni, ha bemegyünk, mert látni fogjuk, hogy biza nem nagyon fogunk tudni erre választ adni. Nos, a fenébe, de nem akarom leblokkolni a rendszert. Az előző fóliából jó lett volna levetíteni 4 percben, hogy mi történik 9 hónap alatt, de aki majd egyszer eljön egy ilyen élő előadásra, ott ezt pótolhatjuk. Na most akkor, amikor tehát valami nagy-nagy esemény történik, vajon mitől fél minden biológiai lény? Mit akar csinálni? Azzal kezdtük az 5. törvénynél, hogy minden, ami él, az élni akar bizony, és minden a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Na, ezt nevezi Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak, mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Ugye milyen egyszerű? Valakinek kell ehhez bizonyíték? Nagyon egyszerű. Holnap menjen ki a természetbe, és figyelje meg a természetet. Ha mást vesz észre, akkor szóljon. Szóval az értelmes biológiai különprogram csak akkor indul be, amikor az életfeltételeim úgymond veszélybe kerülnek. Tehát amikor ott van bennem, hogy ja Istenem, mi lesz velem. Hát persze ez a legalapvetőbb dolog, minden félelemnek az alapja a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem, de mi ezt tudjuk ragozni, és hogyha elkezdjük ragozni, az a kérdés, hogy mit élek meg. Van egy félelem. Játszunk el egy kicsit, jó? Tegyen hozzá valaki a félelemhez egy gondolatot. Mitől félek? És már is az okos agyam már is tud 10 dolgot mondani, hogy mitől kell félni, nem? Be kell kapcsolni csak a tét, ha valaki nagyon nyugodt,
kapcsoljon tévét, nekem 26 éve nincs, úgyhogy nem tudom bekapcsolni, kapcsoljon rádiót, ma is elfelejtettem bekapcsolni, vagy mit tudom én nézen interneten ilyen félelemkeltő dolgokat. Mindjárt megmondják, hogy mitől kell féljünk, hát nem nagyszerű. És akkor a félelemhez kötök egy gondolatot, és annak már akkora ereje lesz, hogy az agy közvetítésével elindít egy szervi válasz. Természetesen ez nem elegendő, mert ez váratlanul, meglepetésszerűen kell jöjjön, mint derültékből a villám, csak más, és magányosan kell élje meg, úgy, hogy benne is ragadok a konfliktusban. Hoppá! Ennyi feltételnek kell jelen lennie ahhoz, hogy elinduljon bennem egy túlélő program. Mondom ennyinek. De ha nem vagyok benne magányos, mert megosztottam a fájdalmam valakivel, akkor az már csak félig fáj, ha már elmondtam, kibeszéltem magamból, és ha nem maradok benne a konfliktusba. És itt kéne nagyon figyeljünk egymásra. Mert nem igaz, hogy egy családban nem veszi észre egy szülő, hogy a gyereke szorong, hogy rágja a körmét, hogy rángatózik a lába, hogy megváltozott a viselkedése. Mondjuk egy kislány, aki addig babázott bent, és rendbe tartotta a szobáját, és egyszerűen csak minden ott van szétdobva, mint egy fiú szobába. Ezt észre kell venni. Vagy az, hogy egy kisfiú megváltozik. Én nála pont az a nagy változás, hogy ő meg elkezd mindent helyre tenni. És ott lóg anyunak a szoknyáján. Szóval ezek a viselkedés változások már fel kéne keltsék bennünk a figyelmet, hogy hoppá, itt valami nem stimmel. Itt valami nincs rendben. És elég valakinek csak a szemébe nézni, és őszintén megkérdezni, hogy miben segíthetek. És amikor az ember akármennyire is szorong, és magányos, de azt látja, hogy van kinek elmondania, akkor meg fog nyílni és elmondja. Már nem éri meg magányosan, és segítünk neki a konfliktus feloldásában, ennél nagyobb segítséget nem tehetünk. Szóval ez a két dolog tőlünk függ. Ha lezárjuk a napjainkat békével, empátiával, megértéssel, szeretettel, feltétel nélküli elfogadással. Miről beszéltem? Arról beszéltem, hogy hogyan kell érzelmileg feloldani egy konfliktust, mert mindig jön a kérdés, hogy de mi az, hogy érzelmi feloldás? Pont ez. Pont ez. És ha valaki ezt megkérdezi, akkor azt jelenti, hogy az illető 21 óra 39 perckor még nem volt bent a terembe. Csak bejött egyet kérdezni, és szaladt tovább. Hát, ugye ezért mondom, hogy érdemes az egészet meghallgatni, mert szerintem már így is vannak emberek, akiknek néhány gondolatot elindítottam a fejébe. Ez a célom. Szóval ez az előre megfontolt szándékkal teszem. Az a lényeg, hogy ne maradjunk bent a konfliktusban. Zárjuk le békével a napjainkat. Minden úgy volt tökéletes ma is, ahogyan az megtörtént. Akkor is, ha teljesítettem a tervem, meg akkor is, ha nem teljesítettem a tervem. Mea culpa, ma még nem fejeztem be azt, amit beszerettem volna fejezni 9 óráig. Mert közben jöttek egyéb dolgok, de én annak is nagyon örültem, és amit nem fejezek be ma, hát megvár a holnapi nap, nem, de bár. Tehát nem csinálunk ilyenekből fantasztikus dolgokat. A lényeg, hogy ne maradjunk a konfliktusban. Ez könyörgök, a legfontosabb dolog, hogy térjünk észhez, bármi meglepetésszerű dolog történik, amit el se tudtam volna képzelni, vagy éppenséggel minden képzeletet felülmúlt, szóval akkor álljunk meg, és gondolkodjunk el, hogy most megéri, hogy én ebbe benne ragadok, és tönkreteszem a biológiai testem. Az első természettörvényről beszélek természetesen, amit Hammer doktor 1981-ben fedezett fel, pontosan úgy, hogy a daganatos betegeket kérdezte ki a nőgyógyászati rákklinikán, ahol ő belgyógyász főorvosként dolgozott. És mind a 200 megkérdezett betegnél ott volt a daganat kifejlődése előtt egy nagyon súlyos probléma. Ebből az egészből az, hogy valami váratlan, meglepetésszerű történet fog minket érni, az kivéthetetlen. De ha valaki tud erre biztosítást kötni, vagy van védőoltás ellene, szóljon. A következő kérdés természetesen az lenne akkor, hogy mi történik, amiután
a lélek agyszerv tengelyen, tehát becsapott az istennyila, az agy közvetítésével milyen szervi elváltozások indulnak, illetve mi történik, amikor elindul ez az értelmes biológiai különprogram. Hát van egy konfliktus aktív szakasz, látjuk, ami arról szól, hogy még mindig benne maradtam, szegény én árvabogár, még mindig benne vagyok a konfliktusban, és ez alatt lesz magas a vérnyomásom, izzad a kezem, lábam, és meg természetesen hideg is a kezem meg a lábam, és ha elalszom, akkor fölébredek, vagy nehezen tudok elaludni, vagy egyáltalán feszült idegállapotban vagyok. A jó hírem, hogy ez alatt az idő alatt, amit én érzelmileg nem tudok helyre tenni, azt én már biológiai szinten el is kezdtem megoldani. Hát valami csodálatos. És nem akárhogyan, az én megélésem fogja eldönteni, hogy a biológiám milyen biológiai segítséget ad. Kérem szépen, a legnagyobb, a leghűségesebb barátunkat akkor fogjuk megismerni, ha belenézünk a tükörbe. És akkor ezt a leghűségesebb barátot nem leírni kéne, nem levénasszonyozni, meg vénemberezni, meg kövérdisznónak, hadd nem mondjam, ugye belső hangja szeretnék lenni mindenkinek, most azért nem cizellálom a stílust, de hogy miket tudunk magunkra mondani, az valami elképesztő. Az valami elképesztő. Tessenek szívesen kibékülni azzal a biológiai lényel, aki megjelenik a tükörben, mert annak köszönhetjük, hogy még mindig élünk. Ő akkor is vigyázott ránk, amikor mi azt se tudtuk, hogy mi a bajunk. Úgyhogy jó lenne egyszer kibékülni önmagunkkal, elfogadni magunkat biológiai szinten legalább olyannak, amilyennek vagyunk. Egyszeri, megismételhetetlen csodák vagyunk mindannyian. Csak az a probléma, hogy a félelmekkel mit teremtünk meg? Megteremtjük a betegségünket egy gondolat és egy érzés által. És mi lenne, ha a DHS nem arról szólna, hogy félelem és egy negatív gondolat, hanem arról szólna, hogy egy pozitív gondolat és egy öröm. Vajon akkor mi történne? Nem kell nekem elhinni, ki kell próbálni, és mindenki megtapasztalhatja saját magán. Nem kell hozzá egyetemi diploma, csak mélyen beleélni magunkat egy olyan örömbe, amire vágyakozunk. Ott tartunk tehát, hogy megoldjuk a konfliktust. Hát ez a kérdés, hogy hogyan? Hogy tényleg érzelmileg oldottuk meg, vagy megváltoztak a körülmények. Végre meghalt az a vén szipirtyó, többet nem eszi az egészségem. Hát marha jó megoldás, tényleg fizikai szinten eltűnt előlem, de majd találni fogok egy másikat, aki lehet, hogy nem vén szipirtyó lesz, hanem fiatalabb, és még jobban le fog nyúlni, mint az öreg asszony. Szóval itt minden konfliktusból valamiféle tanításként felfedezzünk ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy nem csak a biológián van értem és nem ellenem, hanem az egész élet értem van és nem ellenem. Csak kérdés, hogy értem vagy nem értem, hogy mi a fenét keresek ezen a földön valójában. Ezek az alapvető kérdések, és amikor tudjuk ezekre a válaszokat, a jó hírem, feleslegessé tesszük ezt az egészet, amiről most eddig beszéltem, meg ezután beszélni fogok. Mondom, feleslegessé tesszük. Nem ez lenne a legtökéletesebb? Ja igen, de ahhoz meg kéne változtatni egy kicsinykót a gondolkodásunkat. Szóval megoldódott ez a konfliktus, vagy tudatosan, vagy tudatlanul, és a biológián már is átkapcsol nagy boldogan a megoldásba, a gyógyításba. És ekkor rohanok orvoshoz, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg, mert fáj, hogy csak na. Miért fáj? Azért, mert gyulladás van. És mivel jár a gyulladás? Fájdalom kívül. Rubor, tumor, calor, dolor, funkció, lézár, remélem mindenki kórusba tudja, ennyit minimum illik tudni a középkorban felfedezett gyulladásos tünetek leírásáról. Vagyis piros, ha a felszínen van, duzzat, miért? Mert exudatív fázis, folyadékbeáramlás történt, meleg, fájdalmas, és hát a működése visszafogott. Csak hogy ez a duzzanat nem csak itt van, hanem az agyunkban is, bizony. De az nem agyhúgykő, hanem vízbegyűlem. Vízbegyűjtése a hámerigózban, ne feledjük, minden lélek, agyszerv szinten zajlik. És hogyha az agyban van egy folyadékbeáramlás,
akkor az nyilván, hogy nyomásfokozódást fog okozni ott, és mi lesz a következménye, ha fájni fog a fejünk. Mivel, hogy a koponyánk nem tágul, mint a hasunk. Szóval, hogy fogunk ezen túljutni? Hát, itt jön a nagy segítség, az epileptoid krízis, ami azt jelenti, hogy az agyi relé az első, ami helyreáll. Kipréselődik belőle a víz, megszűnik a fejfájás. Kipréselődik a víz a gyulladszövetekből is, megszűnik a duzzanat. Nagyszerű, de hát lesz egy pár kellemetlen tünetem. És hát ez a kellemetlenség attól függ, hogy meddig csücsültem a konfliktus aktív szakaszban. Tehát nem múljék el nap a te haragoddal. És akkor nem szenvedünk az epileptoid krízisben, epegörcsel, vesegörcsel, mélyvénás trombózissal, tüdő, embóliával, esetleg szív megállással. Ezek nagyon komoly dolgok. Jó lenne tudni, hogy a konfliktusokat idejében illik feloldani. Természetesen az egyetlen jó hírem az, hogy ebben az epileptoid krízisben eltűnik a csontfájdalom. A legszörnyűbb fájdalom, igen, eltűnik, de visszajön, kérem szépen, itt a második piros szakasz a hegesedési fázisban. Ugyanis, ha csak csontokról beszélek itt, mitől fájt a csontom? Mert az exudatív fázisban helyreállítom, visszaépítem, és feszül belülről a csonthártya, valójában nem a csonton fáj, hanem a csonthártyán, mert az teli van érző ideg végződésekkel, aki nem hiszi, olcsa le a lámpát, és verje be a sípcsontját az ágy sarkába, érezni fogja. Aztán tehát a hegesedési fázisban megint egy hatalmas, hát, hogy is mondjam, fájdalmat érzek, levertséget, olyan fáradt vagyok, mint a kifacsart mosogató rony, de már a hangulatom jó, és tudok enni. Na ez az, amikor az a laza csont meg fog erősödni, itt fog a méz bele áramolni, és természetesen itt fog megerősödni, és a program végére az a csont vastagabb lesz, erősebb lesz, mint volt itt az elején, mert ez a biológiai értelme. De az epileptoid krízisről annyit még illik tudni, hogy az epilepsziás görcsroham is itt fog végig zongorázni az izmainkon, természetesen, erről is van webkonferencia, tessenek megnézni. Nos, ott tartunk akkor, hogy foglaljuk össze, mert annyi mindenről beszéltem, hogy szerintem már azt se tudjuk, hogy hol a fejünk. Itt van a Hammeri rajz a könyvben levő felfogásban, és az agytörzs és a kisagy, emlékszünk, itt van agytörzs és kisagy, azaz ős agy, azt mondtam, hogy mindig sejtépítéssel kezdi a programot a konfliktus aktív szakaszban, majd a lebontás megtörténik a megoldási szakaszban. Mi történik a nagy agy, tehát agyvelő és agykéreg szintjén? Ott a sejtek lebontásával kezdünk, és a sejtek visszaépítésével fejezzük be. És mint mondtam, az agykéreg képes blokkolni egy működést, lásd az izombénulást, vagy éppen a cukorbetegséget, mert ott blokkoljuk az inzulin kiáramlást, hogy emelkedjen a cukor, hogy legyen erőm ellenszegülni, megtörtént a művelet, és visszaáll a működés. Hát ez olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Én azt hiszem, hogy ehhez se kell különösebb fantázia, mert a Jóisten ezt nem bonyolított el annyira, mint ahogy 6 éven át az egyetemen ezt sikerült elbonyolítani. Nos, a sejteknek a lebontása, visszaépítése, kérem szépen, nem csak úgy egyszerűen maguktól történik, vannak nekünk jó barátaink, segítőink, csak kinevezték őket ellenségeknek. Louis Pasteur volt az, aki a bennünk élő gombákat, gombabaktériumokat, baktériumokat és vírusokat ellenségnek nevezte ki. Pedig ők éppen segíteni szeretnének, lebontani a felesleges sejteket az ősagy szintén, visszaépíteni a hiányzó sejteket a nagyagy szintjén, és ne feledjük, hogy az a bizony, nem minden vírus, ami vírusnak neveznek, tehát ami a külvilágban van, az ártó szándékkal készült dolgok, de hát azért a gyilkos galóca sem a barátunk, meg a kigyómarás sem a barátunk, szóval vannak olyan külső tényezők, amelyek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Tehát a mérgezések, a balesetek, a hiányos táplálkozás, a sugárzás, a kemoterápia, az egy tökéletes mérgezés minden sejtre kiterjedően, hiába mondják, hogy ez egy finom, csak bizonyos sejtekre,
Hát aki ezt elhiszi, járjon utána. Én utána jártam, és az biztos, hogy nekem kemoterápiát soha nem fognak alkalmazni, mert nem is lesz rá szükségem. Szóval a lényeg, hogy mi volt a lényeg? Mi volt az első törvénynek a lényege? Hogy nem újjék el nap a haragunkkal. Igen, kérem szépen. És ne feledjük, hogy minden egyes félelemre kapok egy külön választ. Mondok egy nagyon általános dolgot, amit azért, hogy mindenki nagyon-nagyon-nagyon könnyen meg tud élni, és elég csak arra gondolni, hogy el vagyok keseredve. Van nóta is róla, a jegesmedre is benne van, de mondjuk, hogy most egész komolyan úgy el vagyok keseredve, és hány programot indítok el ezzel, hogy el vagyok keseredve? Hát elindítom a magányosságot, begyűjtöm a vizet, félek a jövőtől, tudok ebből csinálni magamnak egy non-Hodgkin limfómát, és ráadásul még bosszant is valami, mert nem úgy történt, mint ahogy meg kellett volna történjen, kitűnő EPE program. Veszük észre, egyetlen szó és három program. Nagyon oda kéne figyelnünk önmagunkra, az érzéseinkre és a gondolatainkra. És akkor nem fogjuk magunkat megbetegíteni, ha pozitív gondolatokhoz pozitív érzéseket társítunk. Tehát a DHS lehet egy történet, valaki becsapott, és elindítottam három programot. Ez az első törvény. A második törvény, a kettes szám, hogy két szakaszban zajlik. Ahogy Réka nevezte, ez a remény törvénye, mert hogyha tudom, hogy mikor volt a konfliktus, tudom, hogy mikor oldottam meg, akkor azt is fogom tudni, hogy mikor a gyógyulok meg. Annyi dolgom van, hogy örüljek, hogy minden nappal kevesebb van hátra a gyógyulási szakaszból. Ünnepeljek minden nap, hogy egészségesebb leszek, mint voltam. A harmadik törvényben pedig tudjuk, hogy a három csiralemez és a három lehetőség az, ami benne van, és ez az, amivel senki nem tud vitatkozni. Hammer doktor kérte, hogy vizsgálják felül a téziseit. Nem, a Tübingeni Egyetem azt mondta, hogy nem óhajt foglalkozni ezzel. Mert nem tudja azt mondani, hogy nincs igaza, akkor azt mondja, hogy nem foglalkozik vele. Mert ha elismerjük, hogy ezek a dolgok így vannak, akkor át kell írni a medicinát, mégpedig az alapjaitól. Hoppá! Hány doktori disszertáció és Nobel-díj válik feleslegessé? Gondoljunk bele, hatalmas dologról van itt szó. A negyedik törvény tisztázza a segítőinket, és mint mondtam, ami kívül van, az ellenség, ami belül van, az barát. Az ötödik törvény, amivel kezdtem, hogy mindennek értelme van, minden a túlélés és a faj fenntartása érdekében történik. Remélem, hogy sikerült a józan ész útján is eljussunk oda, ahova Hammer doktor is eljutott, persze ő az első természet törvénnyel kezdte, és ennek a csodálatos embernek köszönhetjük azt, hogy ezeket a dolgokat rendszerbe foglalta, német precizitással, egy tudományos táblázatba összeszedte mindazt, amit még össze tudott szedni. Tudjuk, hogy nem engedték dolgozni, nem engedték kutatni. A kollégáit hiába kérte, valamiben nem segítettek neki. Ritka volt az, amikor ő ráhallgattak. Professzoroknak bebizonyította, hogy igaza van, és a professzor hirtelen sürgős ügyre való hivatkozással elment, még mielőtt választ adott volna Hammer doktor kérdéseire, amikor kitette a koponya CT-ket neki, röntgenesről van szó, és elhúzott, mert tudta, hogy nem tud Hammer doktornak ellent mondani. Ennek a csodálatos embernek köszönhetjük, hogy lám, ő hatalmas árat fizetett érte, hiszen a 19 éves fia halt meg a karjai között. Ez kellett ahhoz, hogy elkezdjen kutatni, keresni, és az emberiség számára nem csak a germán gyógytudományt, hanem még egy csodálatos varázsdallamot, egy gyógyító dallamot a Meisterstudenten méghent is átadta. Természetesen az interneten található, ingyen letölthető, eredetinek nevezett 432 hercen rezgő valami, akkora hamisítvány, hogy attól ne várjunk semmilyen gyógyulást. Aki kéri az eredetit, én elküldöm. Nekem sorszámozott, Meisterstudenten méghen könyvem van, benne az eredeti CD-vel.
Szóval tessenek odafigyelni, hogy milyen forrásból jutunk hozzá az ismeretanyagokhoz, és a más studenten méhen dallamhoz. Hát akkor azt hiszem keresztre feszítették volna Hammer doktort 2006-ban, amikor egy olyan dallamot adott át az emberiségnek ingyen, amitől nemre, fajra, vallásra, nyelvre való tekintet nélkül mindenkire hat, az állatokra is hat, sőt a növényekre is hat. Én ezzel remélem, hogy sikerült mindenkiben felkeltsem az érdeklődést a germán gyógytudomány megismerése iránt, mert amikor ezt megismerjük, akkor megértjük azt, hogy miben betegszünk, meg megértjük azt, hogy hogyan tudnánk megelőzni azt, hogy megbetegedjünk, vagy ha megbetegedtünk, akkor hogyan tudjuk megoldani. Minden attól függ, hogy milyen hosszú ez a drága konfliktus aktív szakasz. Tehát nem újjék el nap a haragunkkal, és a gyógyulásunk érdekében legyünk szívesek minél hamarabb kilépni a konfliktusokból. A germán gyógytudomány valós tudomány, mert reprodukálható. Bárkinél a halálfélelmi konfliktus tüdőszövet szaporulatot fog elindítani. Az állatoknál is így van. Összehasonlítható. Nyugodtan az eszkimót a egyenlítői, etiópiai, sötétbőrű emberrel összehasonlíthatjuk, a halálfélelem mind a kettőnél ugyanazt fogja csinálni. És előre jelezhető az is, hogy mi lesz, vagy mikor a gyógyul meg. És mivel most egy picit hadd legyek, hogy is mondjam, egy kicsit elvontabb, előre jelezhető. Vajon azt hiszük, hogy ez a germán gyógytudomány annyira sikerült eltitkolni, hogy pont azok nem tudnának róla, akik irányítják a világot? Vajon nem egy előre jelezhető volt az, hogyha egy pandémiával halálfélelmi konfliktust keltek, és azt mondom, hogy ez a tüdőre hat, akkor ezeket az embereket egész biztos, hogy le tudom betegíteni? Ma az a drága koronavírus, mielőtt valakire rászáll, megnézi a személyigazolványát, hogy most ez 65 év feletti vagy alatti, és eldönti, hogy akkor ki beszáll és ki be nem száll. Én nem tudom, csak ilyen nagyon egyszerű kérdéseket tudok feltenni ezzel kapcsolatosan, mert hála Istennek van rengeteg munkám és van mit csinálnom, de úgy fordított esetben nehezemre esne a fenekemen maradnom. Szóval vannak itten olyan kérdések, amelyeket én föltettem már rögtön a karantén elején, és remélem, hogy ezeket a kérdéseket mindenki fölteszi magának is. Előrejelezhető. Előrejelezhető, hogy azok, akik birtokfélt és konfliktust éltek meg a karantén alatt, és feloldják a karantént, mindegyiknek tüdőgyulladása lesz. És akkor ezt ki fogják hirdetni, mint a járvány második hullámának. Vagy nem? Megköszönöm mindenkinek a figyelmét.